egy országosan ismert harmóniumjavító mester és egy házaló, írástudatlan cigányasszony legkisebb fia, aki a miskolci és török szentmiklósi cigánytelepről, ahol még rendszeresek a kényszermosdatások. Ebben velem ott Kálmán is, én is mindig ott álltam sorban mindnyájan. Mikor a nagynénénket, meg a lányokat alul felülem írták, pucérra. Hajnélkül, az mi nagyfejű volt a szép cigánylányomnak az. És akkor jöttek egy óra múlva kopaszon. Ordítottak, kiabáltak, sírtak, hogy mi lesz most velünk. Hát ugye, ott tekintett nélkül mindenki tanulának. Szóval nagyon durva dolog volt. 1944-ben Farkas Kálmánt, akárcsak a cigánytelepen élő többi férfit, még elhuccolják tankcsapdát ásni. Úgy szökik meg nagybátyjával együtt. Pár év múlva segédjegyző a községházán, aztán a Gödöllői Egyetemen előadó, ahonnan későbbi feleségét követve kerül Szabolcsba a helyi néplaphoz. Hát a Kelet-Magyarország szerkesztőségébe kerültem 1953. februárjában. A Kelet-Magyarország elődjéhez, a néplaphoz. És innen mentem nyugdíjba. Én vagyok az ország első cigány újságírója. Szóval ezt így tartják nyilván, hogy az ország első cigány újságírója. Újságírói pályája 40 éve alatt nem marad a megyében olyan cigánytelep, ahol ne járt volna. Írni szerettem. Írni akartam. Szabadabban, őszintébben, nyíltabban, mint ahogy lehetett. Eljutottam a szektás, dogmatista felfogástól a polgári demokrácia elfogadásáig, soha meg nem tagadva roma mi voltomat. Hülye romák. Na tessék, megkaptad. Mit mondod? Azt mondja, hülye romák. Nem igaz. Nem tudnak normálisan gondolkozni embereket. Egy kalap alá vesznek mindenkit, szóval egyszer elképesztő. Éveken át segíti az állami gondozásból kikerülő fiatalokat. A 80-as évek végén pedig az első roma szervezetek körül bábáskodik. E szervezeteket egyszerre tűrte a hatalom aféle szeletnek számva, és érlelődtek alulról a közösség felől. Szerzős édesem! Na, meg kellett ismerni? Meg, a buszával. Hát? Hát nem az Kelet-Magyarországnak tetszett. Úgy van, persze. Na, én meg az Erzsike vagyok. A jó, Erzsike néni. A kicsike. A kicsike, a takarító. Igen. Úgy van, na, hát. Jó van, hogy tetszik lenni? Magára szavaztam. Érem szavazott? Akkor, amikor te. Ne mondja már. Igen. De most a jövőben kire fog szavazni? Akkor is. Ér rá? Igen. 1988-ban a Cigány Kulturális Szövetség megyei szervezetének alapítója. 1994-ben az első országos cigány önkormányzat alelnöke. Farkas Kálmán 2004-ben hunyt el, de ránk hagyta több száz cikkét és családja történetéről írt könyveit.